A Nagykun Szolnok vármegyei rendőr főkapitányság bűnügyi igazgatósága üzletszerűen elkövetett teljesítményfokozó szerrel visszaélés büntet miatt folytat eljárást egy jászladányi lakos ellen. A rendőrök a 31 éves férfit ellenőrizték egy csomagküldő szolgálat szolnoki depójánál. Az intézkedés során a nyomozók 29 kg tablettákat és ampullákat tartalmazó Spanyolországból érkező csomagot találtak, amit lefoglaltak. Az elsődleges szakvélemény szerint a készítmények gyógyszernek minősülnek. Magyarországon nem engedélyezettek, valamint többségük tiltott teljesítmény fokozószernek minősül. A nyomozási cselekmények eredményeként a rendőrök megállapították, hogy a terhelt részére további külföldről jött küldemény várt átvételre a kézbesítéssel foglalkozó társaságnál, így a nyomozók lefoglaltak további 12 kg súlyú csomagot, amely a korábbihoz hasonló szereket tartalmazott. A nyomozók a gyanúsítottként kihallgatott férfit őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.